Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vendégünk Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarország mozgalom tagja, alelnöke, elnöke. Alapítója. Nagyon jó. Mekkorákat tetszettek bukni? Hát ugye ahhoz, hogy valaki bukjon, ahhoz el kell indulni az adott versenyen. Hát azért csak ilyen indult, nem indultunk el, mert sikerült összegyűjteni az aláírásokat? El se kezdtük az aláírásgyűjtést, kérem szépen. Tekintettel arra, hogy már akkor is látszott, hogy ez alapvetően pénzkérdés lesz. És hát éppen a minap csináltam egy ilyen apró kis saját felmérést, hogy egyáltalán kik vezetik azokat a pártokat, amelyek számunkra a szavazás tárgyát és alanyát képezik. Mind milliárdos. Orbán Viktor milliárdos, Ungár Péter milliárdos, Gyurcsány Ferenc milliárdos, Gattyán György milliárdos. Eme felvérés nem stúdiónk végezte el, ez az ön véleménye vagy dokumentálni tudja? Ezek közhiteles adatok. Tehát... És ezek a közhiteles adatok mennyire segítik a mi témánkat most? Mert nem szegények, ezért indultak el a választásokon? Nem, azért tudtak elindulni, mert van rá pénzük. Tehát egy baloldali párt, amelyik ugye alapvetően a... Mondjuk így, ön mit remélt, hogy időközben valaki ajándékba hoz egy dobozt, ami pénz van, és akkor ön is el tud indulni? Nem. Abban reménykedtem, hogy esetleg olyan helyzet, és úgy is indult egyébként, hogy nem lesz akkora tétje ennek a választásnak, hogy a pénzemberek rámozduljanak, de hát aztán nem így lett. Úgyhogy mindenki a gatyáját ráköltötte, aki ráadásul még bukott is, mondjuk a legnagyobb vesztes az valószínűleg a DK, mert ennyi milliárd forintot még arra, hogy valaki elveszítse a mandátumainak a felét. Még... A DK most nincs itt, lehet, hogy majd a DK megkéri az ön kezét, és akkor ön is kedvesen lesz. Azt nem fogom adni. Mi baloldali? Minket nem szeretnek, mi van? Van pár képviselő, akint nagyon tisztelünk. Szerkesztő drága, mi baloldali párt vagyunk. Tehát mi nem hát tudunk... ők is azt hiszik, de hogy baloldaliak. Ugyan, hát ők hazudoznak össze-vissza mindenféle irányzatról. Talán tévednek, nem hazudoznak. Ők egy virtigli liberális polgári párt a politikájukra. És akkor ezt miért nem mondják meg? Ők? Hát mert abból élnek, hogy hazudnak, hát ne vicceljünk már. Hát egy virtigli polgári liberális pártnak nem lennének szavazói? Dehogy nem. Vannak is. Csak azt mondom, én úgy látom, hogy egyébként nekünk most egy kicsit jobb lett a helyzetünk a választásokat követően, mert azért jobban kiderült, hogy ki kicsoda. Lesznek a vesztesekből nyertesek. És mi érzünk most egy kiskaput arra, hogy egyáltalán egy baloldali blokkot összetudjunk hozni, az azt jelenti, hogy azok a mozgalmak és pártok összetudjanak állni egy darab blokkba, egy darab mondjuk így baloldali blokkba, ami később akár pártformációt is ölthet. Figyeljek el magára, csak ezzel keresem, mert a kipám olyanokat mondott, hogy leesett közben. Tényleg? De hát majd megtalálom. Ó, jó. Akkor olyanokat is fogok mondani, mint a följön. Na, és akkor most mondja meg nekem, hogy mi a jövő. Mi van azzal a sok, nagyon szimpatikus emberrel, akit hétről hétre ide beküldött nekünk, beszélgettünk, akik dolgoztak, aktívak voltak, és reménykedtek valamiben. Ők most buslakodnak? Nem buslakodnak. Most tulajdonképpen ugye, hát azért azt senki nem gondolta, hogy a választásokat követően kormányt fogunk alakítani. Viszont az viszont tény, hogy az a sok szimpatikus ember, akit ön is említett, ezek gyakorlatilag majdnem, hogy életük legjobb eredményeit érték el, független attól, hogy nem nyertek, de ettől még azért a 5-10-15-20%-ok azért nagyon fontosak tudnak lenni egy ember fejlődésének az 2026-ig ezek a pártok, akik nem értek el nyilvánosan nagy sikeret, életben maradnak? Szerintem, hát attól függ. Mi biztos.
Tehát egyszerűen azért, mert mi nem egy ilyen bizniszpárt vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy mi a saját örömünkre, illetve a nép javára politizálunk, tehát nincs olyan elvárásunk és várakozásunk, hogy degeszre keressük magunkat, hogy ilyen-olyan pozícióink legyenek, és a többi, és a többi. Tehát ez egy szó szerintű, most de, a legjobb értelemben műkedvelő társaság, tehát mi nem tudunk ilyen értelemben. De egy műkedvelő társaságnak is kell adni egy pohár teját, le kell ülni, kell egy füzetet, egy tollat. Igen. Nem a réten fogják tartani a közülésüket. Ezt a minimális infrastruktúrát meg tudtuk eddig is teremteni magunknak, ki a saját jövedelmét is ebbe bedobva. Tehát tulajdonképpen ebből egybe maradnak ezek. Simán, tehát nálunk a párban a legkisebb, nem hogy csalódottság, kifejezetten, majdnem azt mondom, hogy bölcsnek tartjuk azt, hogy nem indultunk el. Ez egy olyan pénzégetés lett volna, hogy ihaj. Mit szól az eredményekhez? Mit szól ahhoz, hogy például a Tisza párt ilyen nagy arányú képviselőket tud elküldeni az Európai Unióba? Ugyan nem tudjuk, hogy kik a fentnevezett emberek, hogy nagyon jó CV-jük van nekik, bemutatkoztak, de hát ki tudja, hogy. Hát, ez lehet jó is, meg rossz is? Nem, mert ez mindenképpen egy ostobaság az egész, úgy, ahogy van. Meg hát egy ilyen szemfényvesztő félidióta vezeti ezt a társulatot, tehát egy kicsit ilyen nehéz. Minden szó, amit mond, ön felel érte, és jogilag minden igen, jogi következmény igen, az öné, és igen, nem szerkesztőség. Igen, köszönöm, hogy mondja. És szeretném emlékeztetni, hogy viszont, ön egy tudós ember, de nem pszichológus. Ez kétségtelen, nem vagyok pszichológus, de mondjuk a politika történetet annyira ismerem, hogy azt kell mondjam, hogy hát ez a sokadik ilyen fura jelenség itt Kelet-Európában. Nekem a kedvencem a bolgár változat volt, a Trifonov kolléganál, hát ami is már mosolyog ezzel az egész dolgot. Az ráadásul meg is nyerte a választásokat, vagy közölte, hogy ez az egész őt nem érdekli, és lelépett a felébe. Tehát, szóval vannak ilyenek, meg hát a Szlovákiában ugye a Matovics kolléga, aki még miniszterelnök is lett, vagy két hétig. Tehát, szóval vannak itt ilyen jelenségek, ezek amilyen gyorsan jönnek, olyan hamar múlnak. Azért van itt egy józanodás. Lássuk be, hogy a politika az gondolatok mentén szerveződik. Tehát a semmi, a félrebeszélés, a mellébeszélés, nem is tudom, szóval nagyon jó beszélőkéje van az illetőnek. Tehát, de ilyen teljesen tartalmatlan szóvirágokat pufogtat, ugyanakkor hát azért a becstelenségnek elég magas fokozatán pörög. Tehát egyszerűen nem meg, hogyan én tényleg betegre nevettem magamat, amikor szerkesztő, én esküszöm. Februárban írtam ezügyben egy cikket, és mondtam, hogy ez az egész játék csak arra megy ki, hogy a csávó valahogy megfogjon egy brüsszeli széket. Így is lett. Mi nem tudjuk, hogy Brüsszelbe elmegy, de, vagy nem megy. Hát ezt mondta, hogy először azt mondta, hogy mindenképpen itthon akar maradni, majd megkérdezte a népét, hogy mit csináljon a népe. Jó, úgy, mint a Fletónak a 75%-a. Jó, akkor úgy, most gyerünk az aktualitásokra. Itt a Magyar Nemzet. A Magyar Nemzet címoldalán, ehhez kellett szemüveg is, ami még nem esett le, mint a kipám, ez legalább koppant is volna, tehát tudnánk, hova esett le. A győzelem ellen tiltakozik. A főpolgármester állandó alkalommal a mostani támogatóit is elárulhatja. Kvázi, ő még mindig új választásokat akar. Így van ez? Hát nézze, ő, most azt a, megint a szerkesztőség véleményétől függetlenül ad mondjam azt, hogy ő egy másik idióta. Tehát gyakorlatilag ezek színdarabot adnak. Elég érdekes szókincseket használva, ugye? És mindegyik ugyanabból a családból lenne. Szeretném fölhívni figyelmét, hogy a nyugdíja nem lesz elég, hogyha a bírósága hozzák. A lapszerkesztőknek a fotótárába mind a két, Karácsony tényleg nem tiltakozott az ellen, hogy nem elég népszerű, és mind a két napi lap címoldalán ő van, körülbelül hasonló pozba, akár ugyanakkor is készülhetett a két. Kétféle ismétlést akarnak, írja a Népszava, amíg a Magyar Nemzetben ő rendesen választásokat akar. Jó, szóval szerkesztő úr, egy, a, és ha lesz, hál' Istennek az idióta szónak van egy olyan gazdag jelentéstartalma, hogy ez ügyben pereskedni nem lehet, ráadásul vélemény. Tehát ebből a szempontból nem rettegek ettől a perspektívákkal, amit ön
fölvázolt, hogy bele lehet gajdolni. Viszont cserébe azért lássuk be, hogy ez olyan szinten a választóknak a lenézése, pont a választókra való hivatkozással, ami politika történeti oktatnivaló. Szóval a csávó, mármint úgy értem, hogy ez a Karácsony Gergely nevezetű ember, ez konkrétan, hogyha meg akarná oldani ezt a problémát, akkor csuklóból lemondana, és akkor valóban új választás lesz. Na de nem ezt teszi, hanem egyszer eteti itt a népeket, mert nagyon valószínű, a jogi tanácsadói azt mondták neki, hogy úgyse fogják újra megszervezni ezt az egészet. Ráadásul olyan értelmes nagy kockázatot vállal, hogyha most úgymond miatta új választás lesz, az hétszerűség, hogy nem fogja tudni megnyerni. Egyszerűen azért, mert azok, akik rángatják egy rövid időn belül kétszer is ugyanabban az ügyben az embereket az urnákhoz, azok bomba biztosan veszítenek. Tehát ezt valószínűleg ő is tudja. Tehát nem valami hatalmas nagy bölcseletet mondok ezzel. Magyarul nem lesz itt semmiféle választás. Októberben üzembe áll egy olyan közgyűlés, ami irányíthatatlan, majd akkor fog szerintem Karácsony Gergely lemondani, amikor látja már a hetek, hónapokon át, hogy semmire nem képes. Hát ilyen egyszerű a történet, ugyanis ő azon főpolgármesterek egyike, aki nemhogy többséget nem tud maga mögött a fővárosi közgyűlésbe, hanem még a kisebbségnek is csak egy mikronnyi részét. Tehát egyszerűen ott ül, ilyen főkakasként egy szemmel láthatólag hatalmas szemétdomnak a tetején, és kukorékol, de ebből nem lesz tojás. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Jaj, de örülök neki, köszönöm szépen. Mi meg viszont megyünk tovább, tartsanak velünk.